A legenda szerint IV. Béla király a tatárok elől menekülve ivott a Ravaszdi kút vizéből, ezért adták a helyiek a Béla király kút nevet a 81-es út mellett csordogáló forrásnak. A víz számos feljegyzés szerint gyógyító hatású, a pannonhalmi főapátság azonban nem csak a legendára alapoz, amikor azt állítja, kiváló minőségű ásványvizet kezdtek el forgalmazni. A víz vitális ásványvíz magában hordozza az évezredek alatt felhalmozódott ásványi anyagokat, amik tökéletes harmóniában harmonizálnak egymással. Erre többféle kimutatás és certifikációval is rendelkezik a víz vitális ásványvíz, köztük Emutó Maszaru professzornak a certifikációjával, aki a víz kristály szerkezetének felfedezője. Ezentúl radiokarbonos elemzéssel meghatározták a vízbázis korát, amely kimutatta 17,5 ezer éves a víz, amely palackokba kerül. Az időtlen örökségként is hirdetett ásványvíz forgalmazását gondos előkészítés előzte meg. A palackozót működtető cég 5 éve alakult meg a Ravaszdi önkormányzat kisebbségi tulajdon részével, a termelés azonban csak tavaly kezdődött. A kitermelhető víz mennyisége percenként 80 liter, 3000 palack készül el 1 óra alatt, naponta pedig 9-10 raklapnyi. A Ravaszdi ásványvíz tehát prémium kategóriás, ehhez pedig megfelelő csomagolás is dukál. Törekedtünk arra, hogy egy kicsit a tradíciót és a főapátság és a bencés szerzetes közösség, Jedlik Ányos bencés szerzetes, ugye, aki a szóda egyik magyarországi feltalálója, törekedtünk rá, hogy egy kicsit az ő szellemiségét is belevigyük a palacjainkba. A palack struktúrájában látszik kicsit a régi szódás üvegekre hasonlító bordás szerkezet. Ez abszolút Jedlik Ányos szódásmester, bencés szerzetes feltalálása. Az egyedi kiszerelésű ásványvizet egyrészt a gasztropiacra szánják, másrészt kiskereskedelmi forgalomba is került, már néhány győri polcon is ott van, és valószínűleg külföldre is eljut. A Ravaszdi ásványvíz palackozó üzemével a pannonhalmi főapátság turista látványosságainak sora is bővült. Ez Magyarország első látvány palackozója, ahol egyedi tervezésű gépeken követhetik végig az érdeklődők az éltetővíz útját a földtől a palackba kerülésig.